Főtisztelendő paptestvérek, polgármester urak, hordozható Mária szobrot vivő, Máriás lányok, asszonyok, Krisztusban szeretett testvéreim! Jézus Krisztus elválaszthatatlan édesanyjától. A mai evangélium tanúsága szerint még a rossz indulatú emberek is, akik Jézust saját otthonában, ahol megfogalmazta a közmondást, hogy sehol sincs becsülete a prófétának saját hazájában, ott is úgy azonosították, hogy az Ácsnak és Máriának a fia. És aztán hallhatjuk az evangéliumból, hogy felsorolják a rokonait, szó szerinti fordításban a testvéreit, amelyet, vagy akiket mi sohasem édes testvéreinek tartunk Jézus Krisztusnak. Azt tudjuk, hogy Szűz Mária szűzen foganta Jézust, és ő az első szülött, de utána következő testvérei egyházi hagyományunk szerint nem volt. Az a testvér szó, amit felsorolnak, az a törzsi szövetségben élőket így szokták szólítani, hogy testvérek. Soha nem azt mondják, hogy ezek Mária fiai, hanem Jézus testvérei. Ugyanakkor azt is tudjuk a Szentírás más helyeiről, hogy Jakab, József anyja az más, a másik Mária, a Kleofás felesége. És talán legdöntőbb érv, hogy Jézusnak nem volt édes testvére, hogy a kereszten úgy végrendelkezik, hogy Jánosra hagyja édesanyját, erre nem lett volna szüksége, hogyha még éltek volna édes testvérei. Ez a gondviselés tervében így kellett, hogy történjen, hogy Szűz Mária, ahogy egyik dogma hittétel is mondja, a szüzességét azt megőrizte, ugyanis utána nem volt Jézusnak testvére. Szűz Mária azonban mégsem így lett elsődlegesen kiváltságos helyen, hanem azért, mert kegyelemmel teljes volt, és ahogy Szent Ágoston mondja, előbb fogadta hitében Jézust, mint ahogy méhében. Kiválóságát az egyház több fontos hittételben is megerősítette. 431-ben az efezusi zsinat azt mondta, hogy ő Isten anyja. 532-ben a második konstantinápolyi zsinat pedig azt, hogy Szűz Mária egyszerre szűz és anya. 1854-ben szeplőtelen fogantatás, ezt hirdette ki egyházunk. Majd pedig 1950-ben, hogy Szűz Mária élete befejeztével fölvétetett a mennybe, elnyerte a teljes üdvösséget. Isten anyja Szűz Mária, de ezt nem úgy kell gondolnunk, hogy még senki sem volt, még az Isten sem létezett, és már Szűz Mária létezett, hanem Jézus Krisztus személyi egysége miatt. Hitünk úgy tanítja, hogy az embernek a lelket maga az Isten adja a fogantatás pillanatában. A szülők mégsem úgy szokták mondani gyermekeikre, hogy hát ez az én lányom a teste szerint, vagy ez a fiam a teste szerint, a lelke meg az Istené, hanem vallják azt, hogy ez az ő gyermekük. Hát ugyanígy vagyunk Szűz Mária Isten anyaságával is, hogy a teljes személy egységet valljuk, és ezért mondhatjuk azt, hogy Szűz Mária Isten anyja,
vagy hogy a ortodoxia, a keleti egyház mondja Isten szülő. Szűz Mária ábrázolások egész korán megjelentek a keresztény nép életében, hiszen a katakombáknak a falán, festményein ott láthatjuk már Szűz Máriát karjában a gyermek Jézussal. A keresztény kultúrában aztán teljesen szerte ágazó lett a Szűz Mária ábrázolás, ott van már a Szent István korabeli pénzeinken, zászlóinkon, szobrainkon, útszéli piétákon, amiket láthatunk, ezek mind Szűz Mária megjelenítését szolgálják. Talán mindezek között, az összes Szűz Mária ábrázolás között a leggyönyörűbb, a legszebb a római Szent Péter bazilikában látható Michelangelo piétája, amit mindenki meg szokott tekinteni, ahogy belép a bazilikába. Sajnos 1972-ben, amikor a háború után először mehettek ki magyarok Szent István születési évének föltételezett ezredik évében, akkor egy magyar származású, elvadult, szektás vallású ember összetörte, elrútította kalapácsával azt a gyönyörű szép szobrot, amit aztán később restauráltak. Szabad legyen elmondani, hogy azzal az első zarándoklattal apám is utazott Rómába, egyházközségi embereket vihettek, mehettek, és ő látta az előtte lévő állapotát, látta elrútított szobrot, és azt a mélységes szomorúságot, amit akkor a keresztény nép megélt, és köztük a kint lévő magyarok, hogy pont akkor, amikor fogadja őket a pápa, egy magyar származású ausztráliai elvadult ember összetörte ezt a szép szobrot. Talán éppen abból a indítatásból, amit nem jól kell érteni, nem jól értett, hogy faragott képet ne imádj, így van benne az Ószövetségi Szentírásban. Ugyanis a primitív emberek, azok nem tudnak különbséget tenni egy szobor és az azt ábrázoló személy között, és esetleg valóban bálvány imádásba eshetnek, de hiszen a legnagyobb érv az Ószövetségnek ilyenfajta helytelen értelmezése ellen az, hogy maga az ember az Isten képmása. Tehát ahogy megteremtette Isten az embert, azt mondja, ez a képmás, ami nagy hasonlatosságot jelent lelki vonatkozásban. És a Fridládán is már ott voltak a kerubok. Tehát az Ószövetség sem vette oly szorosan ezt a faragott képet, ne imádj felszólítást, és újra meg újra föllángolt a ilyen képek elleni lázadás még a kereszténységen belül is, nevezetesen a képrombolási harcban a 700-as években, amikor aztán kimondták, hogy a képeket tiszteljük és nem imádjuk, és hát, mint tudjuk, a kezdeti protestantizmus is erőteljesen rombolta a képeket, a szobrokat a templomokban, és az átvett régi katolikus templomokban éppen ezért nem is maradhattak meg. Ma már ők is sokkal toleránsabbak, türelmesebbek e tekintetben, sőt, ott, ahol mondjuk a műemlék kibontatja a régi fal freskót, amelyen mindenféle bibliai jelenetek vannak, most már nagy becsben őrzik, mi több, még olyan változatot is hallottam, hogy hát ez azért maradhatott meg,
mert ők lefestették és így mentették meg. Tehát a katolikusok pedig mindig is tisztelettel vették körül a képeket, a szobrokat, mindig különbséget téve az ábrázolt személy és a szobor és a kép között. Ugyanis az embernek egyik nagy tehetsége a művészet. Az igazságra is törekszik, fölállítja a jogrendszereket, fölállítja a különböző tudományokat, de törekszik a szépre, jóra. És az ősember korától kezdve ott van az emberben a művészi hajlam. Ez egy isteni tulajdonság, mert az Isten szép, nem csak igaz és jó, hanem minden szépségnek a forrása. Amikor rácsodálkozunk egy gyönyörű szép tájra, legyen ez a hegyek vidéke, a Tiszapart, vagy az Alföld, vagy bármi más, annak a teremtője adta a szépségét, a sok szép virágnak és minden másnak. A szépségnek a forrása maga az Isten. Ezért, aki a szépet akár öltözetekben, akár díszítésekben, szobrokban keresi, az jó úton jár, mert a szépség útján is közelíthetünk az Istenhez. És éppen ezért a Mária szobrok különböző megjelenítései, azok egy belső lelki emelkedettséget adnak. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a szobor önmagában nem szűz Mária, de emlékeztet rá, mint hogy a fényképeket, amit őrzünk családtagjainkról, azok is valami hasonló szerepet töltenek be. Hallhattuk azt egy jó hónappal ezelőtt, hogy Olaszországban, ahol óriási földrengés volt, ott az egyik templom is nagyon nagy károsodást szenvedett, és a templom papja, bizonyos Iván Martini atya, érdemes megjegyezni a nevét, bement, hogy a templomban lévő csodálatos szép Mária szobrot megmentse, de újra megmozdult a föld, és ő ott halt meg. Mert annyira szerette volna megmenteni azt a gyönyörű, szép Mária szobrot, amit templomuk őrzött. A hordozható Mária szobrok, amelyekkel egészen messziről is, az Alföld keleti részéről, Dél-Magyarországból is eljöttek ide a kedves testvérek, hajnalok hajnalán indulva, ezek azt jelentik, hogy az Úr van velünk, és a Szűz Mária által is velünk van az Úr, hiszen azt mondta neki az angyal, az Úr van te veled. És a hordozható Mária szobrok ezt akarják kifejezni, hogy velünk van a szűzanya is életünk útján. Ő az úti boldogasszony, aki megy Erzsébethez, zarándokol, és mi magunk is zarándoklunk, és szeretnénk azt, hogyha velünk lenne, szívünkben lenne az Úr és az ő édesanyja. És a szobrokról volt szó, akkor arra is érdemes odafigyelnünk, hogy ha mi Isten képmásai vagyunk, akkor valamiképpen nekünk is alakulnunk és szépé kell válnunk az idők folyamán. Van egy közmondás, hogy minden ember 40 év fölött felelős az arcáért. És való igaz, akik úgy olvasni tudnak az arcokról, azok sok mindent megállapítanak, nem csak azt, hogy hát ez egy napcserzette fizikai munkás arca, vagy esetleg egy ilyen hivatalban ülő fehér emberé, hanem sok minden mást is ki lehet következtetni az arcokból. Nisszai Szent Gergely mondja, hogy minden ember valamiképpen önmaga szobrásza, hogy ahogy életünket alakítjuk, úgy alakul át még az arcunk is,
a tekintetünk is, és valamiképpen az élet folyamán valamilyen irányba kiformáljuk a mi arcunkat. Azok, akik a Szűz Mária tiszteletet így módon is kifejezik, hogy elmennek búcsúkba, viszik a Szűz Anya hordozható szobrát, azok hasonulni akarnak hozzá azokban a lelki tulajdonságokban, amelyek nagyon jellemzők a Szűz Anyára. A nagy hit, ahogy ő fogadja az Isten szavát, óriási szükség van erre az erényre, az egyre közömbösebbé váló vagy hitetlenebbé váló korban. Az alázat az, ahogy ő oda helyezi magát az Isten gondviselő tervébe, a szolgálattal együtt. Ez is a legnemesebb emberi tulajdonságok közé tartozik, és az az imádságos lelkület, az Isten imádása, a lélek fölemelése Istenhez, ez is a Szűz Anyát követő életforma és annak kiformázása a mi életünkben. Hol tartunk ezen az úton? Meg lehetne kérdezni, hogy mennyire jutottunk el a szobor formázásában, mert egyszer, mint ahogy Rodentől kérdezte valaki a nagy szobrásztól, hogy kész van-e már a szobra? Annyit válaszolt rá, még nincs kész, de valamikor be kell fejezni. Hát valahogy így vagyunk mi is, úgy gondolom, ha életünk végére érünk, akkor sem mondhatjuk majd el azt, hogy mindent jól, rendben tettünk is, lelkiismeretünk nem fog semmiben se vádolni bennünket, de hogy a befejezés beteljesedik és bekövetkezik, az egészen biztos. De hogy akkor milyen stádiumban leszünk, az rajtunk is múlik. Ez a mai szép nap, a hordozható Mária szobroknak az ünnepe, legyen alkalom arra, hogy kérjük a Szűz Anyát, hogy életünk útjain jöjjön velünk. Legyen ott, mutasson rá Jézusra, bennünket pedig szólítson meg, mint hogy a kánai menyegző szolgáit megszólította, örök, időszerű parancsként tegyétek azt, amit Jézus mond. Amen. Hiszek az egy Istenben.